2004-ben, illetve 2007-ben léptek be az Európai Unióba. A 2007-2013-as uniós támogatási ciklus forrásainak 87%-a eljutott a pályázókhoz. Erről számolt be pénteki tájékoztatóján a megyei fejlesztések miniszteri biztosa. Simon Robert Balázs arról számolt be újságíróknak, hogy 2015 júniusára már több mint 7700 milliárd forintot fizettek ki a 8200 milliárdos keretből. Az összes magyarországi közberuházásnak több mint 90%-a uniós forrásból valósul meg. Hogyha ezt az összeget kivonnánk a fejlesztésekből, akkor bizony probléma lenne, tehát az uniós csatlakozásról a források tekintetében én úgy vélem Magyarország mindenképpen jól járt. Ráadásul két ciklusról beszélhetünk, az egyik a 2007-2013-as és elindult a 2014-2020-as időszak. A megyében is rengeteg fejlesztés valósult meg uniós forrásból, csak Győrmoson-Sopronban 3854 pályázatra közel 330 milliárdot fizettek ki. Főleg mikrovállalkozások nyertek brüsszeli pénzeket, és Győrben is sok minden újult meg EU támogatással. Uniós fejlesztési forrásból valósult meg például a Petszaladás kórház infrastrukturális fejlesztése, a regionális hulladéklerakó rendszer kialakítása, a korábban elhagyott hulladéklerakók rekultiválása Győr területén, illetve a önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás területén, de említhetnék közútberuházást is, mondjuk Enese térségében az elkerülő út, vagy a most jelen pillanatban épülő ugye Enese és Csorna közötti út is, de említeném a Fertő-Rákosi Barlangszínháznak a rekonstrukcióját, vagy éppen a Fertődi Eszterházi kastélynak a rekonstrukcióját is. A miniszteri biztos azt is bejelentette, szeptemberben indulhatnak az új 2014-2020-as pályázatok, amelyekből Magyarországra 7750 milliárd forintnyi támogatás juthat.